Az első munkaülésén döntött az új összetételű bátaszéki képviselőtestület arról, hogy a családok beiskolázási terheinek csökkentése és a városban működő általános iskola és gimnázium népszerűsítése érdekében kibővítik az iskoláztatási támogatási pályázati rendszert. Eddig a II. Géza gimnázium 7. és 9. évfolyamára beiratkozó gyerekek számára biztosítottunk iskoláztatási támogatást. Visszamenőlegesen szeptember 1-től Kanizsai Dorottya Általános Iskola 1. és 5. évfolyamára járó tanulók után is fogunk támogatást biztosítani, és az eddigi 10.000 forint helyett 15.000 forintot biztosítunk tanulónként annak érdekében, hogy ezzel is segítsük a szülők terét egy kicsit csökkenteni a beiskolázással kapcsolatban, és hogy talán egy kicsit tudjuk népszerűsíteni a városunkban működő két oktatási intézményünket is. Döntés született arról is, hogy a beérkezett pályázatok alapján hányan részesülnek majd felsőoktatási ösztöndíj pályázatba, pályázati támogatásba. 2 évvel ezelőtt hozta létre a város ezt a lehetőséget, és most a következő időszakban szeptembertől januárig, azaz a ennek a hallgatói fél évnek az időszakára 21 bátaszéki diák részesül majd a várostól ösztöndíj támogatásba. A támogatásuk mértéke az 10.000 forinttól 20.000 forintig terjed havonta. Ez gyakorlatilag attól vált függővé, hogy főiskolai vagy egyetemi képzésben részesül-e, és ami a legfontosabb, hogy ez tanulmányhoz kötött. Tehát itt gyakorlatilag minden egyes ösztöndíjasnak a fél éves kredit átlaga meghaladta a 3,8-es eredményt. Büszkék vagyunk, hogy ilyen sokan igénybe tudták venni ezt a támogatást. Az oktatási ügyek mellett az egészségügyet érintő személyi változásról is beszámolt a városvezető. November 1-től a 4-es számú házi orvosi körzetben dr. Galambos Éva praktizál majd. Teljes munkaidőben 20 órás rendelési idővel. Közel 4 éve volt helyettesítéssel ellátva ez a körzet. Itt is szeretném megköszönni dr. Szagó Péternek az áldozatos munkáját. De nagyon örülünk, hogy november 1-től már teljes rendelési időben tudjuk a betegeket ellátni és fogadni. Dr. Galambos Éva belgyógyász és kardiológus szakorvosként tevékenykedett évtizedeken keresztül a Vármegyei Kórházban. Így nagyon-nagyon örülünk, hogy ezen a két területen egyébként hatalmas szakmai tudásra rendelkező doktornő bátaszéket választotta, és a következő időszakban nálunk fog felnőtt házi orvosi tevékenységet ellátni.